Ez a rendezvény kivételesen nem a himnusz, hanem a szózat meghallgatásával kezdődött el. Azt, hogy nem csak szeretik, hanem értik, és értelmezni is képesek a magyar kultúrát, a magyar irodalmat. A város polgármesterének köszöntője után Jordán Tamás állt a gyermekseregi élére. Nagyon lelkes, szerelmes fevületre, figyeljetek! A Kossuth-díjas színművész vezényletével egy kis bemelegítés után 800 fős tömeg skandálta egyszerre a Vén cigány című vers tragikus hangvételű kínok köz született sorait. Lesz még egyszer ünnep a világon. Jordán Tamás szerint lesz ünnep a világon, és mint mondja, ha ez nem is olyan, mint amilyenre Vörös Marti Mihály gondolt, a maihoz hasonló alkalmak mindenképpen olyan örömteli pillanatok, amelyeket érdemes ünnepnek tekinteni. El kell nekem hinni, hogy ez egy piros betűs nap, valahányszor ez van. Hogy aztán olyan ünnep, amire a Vörös Marti gondol, mikor lesz, azt nem tudom, mert az még várat magára. De azért ilyen kis ünnepek, ami a mi életünkben nagyon számítanak, azok előfordulnak. Ez is olyan. A Romkertben a székesfehérvári középiskolások szólaltatták meg a költeményt. A versmondók között az idei fehérvári versünnep egyik döntőse is ott volt. Weigler Bettina azt mondta, nagy öröm számára, hogy részese lehet ennek a programnak. Nagyon örülök neki, hogy van egy ilyen rendezvény, ahol olyan diákoknak is kell verset mondani, akik annyira nem szeretik ezt a műfajt, és azt gondolom, hogy így talán esélyük van megszeretni. A közös versmondáson túl színvonalas irodalmi előadás sorozat is része a programnak. A konferencia szombaton a Szent István Király Múzeum főutcai épületének dísztermében, vasárnap pedig a Vörös Marti Társaság Kossuth utcai székhelyén folytatódik.